A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. És a mai beszélgetésünknek van egy története, egy előképe, annál is inkább, mert a Pákozi Katonai Emlékpark évadnyitóján mutattak be annak a hölgynek, akit meginvitáltam ma a stúdióba. Görög István tette ezt, mégpedig azért, mert hogy felhívta a figyelmemet arra, hogy egy fantasztikus személyiség költözött Székesfehérvárra, aki azt hiszem, hogy nem csak a kulturális életünket gazdagítja, hanem nagyon-nagyon sok mindent tehet hozzá Székesfehérvár történetéhez is. Vendégem tehát Takács Judit, tisztelettel köszöntöm, aki szociológus, újságíró, rendező, gyártásvezető, nem sorolom, néprajzkutató, sok-sok minden, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hiszen ahogy már említettem, Székesfehérvár a kultúraváros, ahol kiemelt figyelmet fordítunk mindarra, ami az előző időszakokban történt, tehát a néprajz is nagyon fontos, illetve hát a közművelődés szerepe pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy a királyi város tényleg a 21. században is királyi város legyen. Nos, hát akkor el kell, hogy induljunk még hozzá Mindszentről. Egy mindszenti kicsi lány miként képzeli el a jövőjét, hiszen nyilvánvaló, hogy a Tiszán túl egy kicsit másként épül fel a világ, mint ahogy azt most itt a 21. században megszokhattuk. Igen, Mindszentről származom, ez Hódmezővásárhelytől egy 15 kilométerre lévő kis település. Hát azt mondom, hogy nagyon szerettem ott élni, meg a gyerekkorom is egy álom volt. Tiszaport az körülbelül egy ilyen 2 kilométerre van a település központjától, ez egy 6000-es kis település. Mondhatni, hogy minden időmet ott töltöttem a faluba, úgy mondjam olyan szempontból, hogy most már város, de hát egy ilyen 30 éve lett város. És hát a Tisza az meghatározó volt az életemben, a Tisza közelsége, a természet, az illatok, ugye ott a víznek is van illata, meg mindennek, a fáknak, a nagyon sokat lejártam a vízpartra. Kiskoromban már akkor nagyon különleges kapcsolatom volt, úgy mondjam, az idősekkel is. Nagyon érdekelt konkrétan, hogy éltek régen, minden ilyen kis szerszámokat gyűjtögettem, eszközöket, régi ruhákat, és akkor otthon berendeztem magamnak egy kis mini múzeumot, már az ilyen 8-10 éves koromban volt. Azok még emlékszek rá, hogy mikor én kicsi voltam, mindig kedden mosott a mama, és még akkor nem volt náluk fürdőszoba, és imádtam azt, hogy ő üstházba melegíti a vizet, és azt a füst szagot, és én képes voltam mindig elmenni, mikor kedden mosott hozzá. Tehát mondhatni, hogy ez a néprajza való kapcsolódás ott kezdődött el számomra. Kb. 7 éves lehettem, amikor beiratkoztam a helyi könyvtárba. Emlékszek rá, hogy az első könyv, amit kihoztam, egy búvás zsebkönyv volt, ami egy kis tenyérnyi könyv, és fel voltak sorolva a tájegységek benne, milyen öltözetekben jártak, melyik település résznek, milyen az építési nevezetessége, stb. Stb. És ezt képes voltam akár háromszor is elolvasni, hogy én memorizáljam az egész dolgot. Tehát ez tulajdonképpen eleve elrendelés volt ilyen értelemben a pályaválasztása is, hogy a későbbiekben hagyományőrzéssel, népi kultúrával és nagyon sok mindennel foglalkozik ezen felül is. Mikor jött a tánc és mindaz, ami hozzá kapcsolódik a népi kultúrához? Hát általános iskolában, alsó tagozatban, ilyen 7-8 éves koromban kezdtem el néptáncra járni. Szomszéd településről volt egy tanárunk, aki átjárt Szegváron, ott egy nagyon híres néptánc együttes van, a Dobbantó Néptánc Együttes, ennek az
egy együttesnek a tanára tanított bennünket. Nagyon sok felé vitt bennünket fellépésekre. Hát a családban ugye hangszeren szülők, nagyszülők azok játszottak. Emlékszek, hogy anyukám mondta, hogy mikor ő kicsi volt, már nagyapám ugye banjo meg citerán játszott, akkor ő még pár éves volt, és egy fazekat vert ütemre. Tehát én is így voltam kiskoromban, hogy így kb. Így kezdtem el pár évesen. És mikor elkezdtem hangszeren játszani, az furulyán ilyen másodikos lehettem, és akkor később váltottam fuvolára, mellette gitár. Pásztor furulya, tekerőllant, minden. Igen, és akkor végül a tekerőllantnál kötöttem ki utoljára. És ugye ez tulajdonképpen kézenfogva jár a tánccal, ha úgy tetszik, igen, a népzene, igen, és a népi kultúra is, mert azért azt ne feledjük, hogy kétszeres aranygyöngyös táncosként azt hiszem, hogy elmondhatja, hogy elérte azt, amit általában a tehetséges és az elkötelezett táncosoknak, néptáncosoknak kijár, ha úgy tetszik. Igen, igen, tehát mondjam, hogy nagyon meghatározó volt az életemben a néptánc, most ott tartok, hogy lehet, hogy újra kezdeném már igazából ilyen hagyományőrző szinten, mert persze az már nem menne nekem se, hogy mondjuk heti 3-4-5 próbát beiktassak. A felnövekvő ifjú hölgy, amikor már tehát középiskolásan tervezi a jövőjét, nyilván ez megmaradt a népi kultúra mellett bizonyos értelemben, de hogy választott végleges hivatást, hiszen ez nagyon fontos pillanat egy tizenéves életében. Tehát a középiskolában már helyek közel tudta, hogy merre indul el? A középiskolában nem egyáltalán. Tehát úgy volt, hogy egészségügyi iskolába szerettem volna menni. Elhatároztam, hogy vagy védőnő, vagy szülésznél szeretnék lenni. De aztán úgy erősen elgondolkodtam rajta, mert akkor még az volt a szokás, hogy akik egészségügyi iskolába járnak szakközébe, akkor viszik őket boncolásra. Biológiában mindig nagyon jó voltam, tehát színötös voltam, kémiával mondhatni, hogy a 4-es, de az nem volt a kedvenc tantárgyam, és hát azért nem mentem végül egészségügyi iskolában, mert így írtoztam a vértől is valamilyen szinten, megtartottam attól is, hogy mi lesz, ha boncolásra kell menni, ezért egy pénzügyi iskolát végeztem el, egy középiskolát, és utána felvételiztem később szociológia szakra. Igen, hogy jött a szociológia? Hiszen ez egy köztes állapot, ha úgy tetszik. Bár nagyon-nagyon fontos, hogy ez nem vitás, de aki a népi kultúrából indul, és a későbbiekben is ugye sok más tevékenysége mellett azért megmaradt ennél, az mondom, tehát még egyszer mondom, hogy ez egy köztes történet. Hát végülis ez a néprajzzal van azért összefüggésben valamilyen szinten. Tehát mindig is olyan voltam, hogy így segítettem az elesetteken, úgy érdekeltek, úgy mondjam, kutatási szempontból bizonyos népcsoportok, és készítettem tanulmányokat is már akkor is, nagyon sokat olvastam, és úgy voltam, hogy elvégzem ezt a szakot, és utána majd meglátom, hogy mi lesz, úgy mondjam. És akkor Pestre felvételiztem. Hát akkor még nem nagyon sokan jöttek, úgy mondjam, Pestre, távolság miatt sem, onnét a környékből. Hát furcsa volt felkerülni persze ebbe a közegbe, teljesen más volt. Mondhatni, hogy ugye ott nálunk a környezetünkben mindenki ő betűvel beszél, amit még manapság is lehet, hogy van, aki szégyel, nem szégyel, én mondjuk így büszke vagyok rá, hogy... Lehet is mindenképpen. És utána következett a Szegedi Tudományegyetem, tehát a művelődés szervező szak, az viszont már közelebb hozta ahhoz, amit végül is hivatásul választott. Igen, Szegeden végeztem a művelődés szervező média szakot. Tulajdonképpen így az írás az így mindig is vonzott, főleg így a hírszerkesztés, hírekkel kapcsolatos dolgok, de így nagyon sokat így olvastam. Kiskoromban vannak olyan fotóim, hogy már másfél-két évesen toll és ceruza volt a kezembe, tehát így már akkor így gondolom ez ilyen, nem tudom, mennyire volt tudatos persze, de már akkor így kreáltam dolgokat. Ahogy elkezdtem olvasni szinte, a Megyei Lapot általános iskola első osztályos koromtól szinte minden nap kiolvastam,
ahogy a postás hozta, behozták szüleim, mindig átolvastam, átolcettig az utolsó oldalig mindent, tehát mi történt a környezetünkben, stb. Később elkezdtem ugye fotózni. Hát először a kezdetben, amikor még nem volt fényképezőgépem, akkor játékból, egy papírdobozból és pénztárgépszalagból csináltam egy játék fényképezőgépet. Mikor kaptam egy komolyabb szalagos fényképezőgépet, akkor láttam olyan 10 éves körülbelül. Hát rengeteget idézélbe, akkor még csak úgy kattogtattam persze, mert a régi filmes gépekkel azért nem lehet úgy fotózni, mint egy mostani komolyabb géppel. Tehát nem is tudtam, hogy hajoljak le hozzá, hogy úgy látszom, vagy az árnyék, vagy a fények, stb. De mondhatni, hogy egy 36 kockás filmet lehet, hogy egy nap alatt kilőttem, és utána abból álltak a szüleim, hogy lehet, hogy egy hét alatt 10-et is elő kellett hivatni. Viszont kiderült, hogy ebben is tehetséges, hiszen számtalan fotókiállítása volt, és az útjai során is azt hiszem, hogy azok a fotók, amelyek megjelentek az utakról, nagyon-nagyon fontosak a mának is. Egyébként mikor tekintett ki először, hogy azt a hagyományokat, azokat az értékrendeket bemutassa kicsit mélyebben, ami én azt mondom, hát tulajdonképpen a mezőség, Gimes, Moldva, Bukovina, de az erdélyi, tehát én azt mondom, hogy ez egy elképesztő út, egy olyan út, aminek természetesen soha nincs vége. Honnét jött a gondolat, hogy elmélyüljön az értékrendek megmutatásában? Kb. Olyan 12-13 éves lehettem, mikor először voltunk kint a csíksomlyói búcsón a családdal. Ugye így előtte így nagyon sokat olvastam itt a leszakadt országrészekről, Trianon kapcsán. Hát ugye ott mondhatni, hogy népviseletben rengetegen voltak, gyimesiek, moldvaiak, lent a csángók. Már akkor úgy fotózgattam komolyabban, és utána úgy mindig úgy visszatértem. Mikor lett ebből hivatás? Mikor tanulta meg, hogy Válaszúti patakpartján van egy fa? Hát azt az éneket mondjuk már lehet, hogy tudtam Kallós Zoli bácsitól mondjuk ilyen 15-18 évesen. Milyen emlék fűzi Zoli bácsihoz, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy mi mindent köszönhetünk neki, felsorolhatatlan, amit a népi kultúráról, az erdői népcsoportokról tudunk, azt jószerűvel ő kezdte. Sokan voltak, de az Zoli bácsi az, hála Istennek, ezt személyesen is elmondhatta nekünk számtalanszor, aki ebben élt, és ezért élt. Kallós Zoli bácsi számos alkalommal járt nálunk is otthon, úgy mondjam, a családnál. Megtekintette a mini múzeumomat kb. 6-7-8 éves koromban, és ugye a szárnyai alá vett, nagyon szeretett, ugye neki ott Válaszúton van egy, úgy mondjam, egy gyerekotthona, ahol olyan gyerekek tanulnak, akik úgy nagyon távol laknak, olyan szorványtelepülésekben élnek, ahol nincsen iskola, óvoda, és nagyon szerette a gyerekeket. Mondhatni, hogy lányaként szeretett, nagyon sokat voltam kint náluk, és nagyon sokat mesélt nekem, ugye neki van egy nagyon szép gyűjteménye, több ezer darabos, tele viseletekkel, szőttesekkel, régiségekkel, tárgyakkal. Hát nem azt mondom, hogy nekem is hasonló van, de nálam is azért szép számmal vannak hasonló gyűjtemények. Kallós Zoli bácsival rengeteget voltam gyűjteni, és elvitt olyan helyekre, ott Válaszút környékén, meg ugye ő tanított lent Moldvába, Csángóföldön is. Nagyon sokat voltam vele úton, valamint András Falvi Bertalannal is úgy közösen, hármasban. És hát mondhatni, hogy ők nagy példaképeim. Igen, és ez nagyon-nagyon fontos a jelen, és a múlt, és nem csak a múlt okán, hanem a jelen és a jövő okán is, hiszen olvastam jó néhány olyan pályázatot, amit András Falvi Bertalan, aki előtt leborulhatunk ma is, bizonyos értelemben, aki folyamatosan támogatja, hogy ezt az utat folytassa, hiszen ez egy misszió, ez egy olyan küldetés, mondom én, amit nem lehet befejezni semmiképpen sem. Teljesen mindegy, hogy az idő miként és hogyan múlik. Ez fontos volt, hogy
a későbbiekben, tehát ugye említette Gimesben a csángókat, és hogy Bukovinát, a mezőséget, és mind-mind egy kicsit hozzá tegyen ahhoz, amit eddig is tudhattunk? Hát persze, akár olyan szempontból is, hogy komplett kutatást végeztem, dokumentálva fotóktól kezdve írásos dolgok. Ugye ehhez nagyon sokat kellett visszajárni, tehát nem csak az, hogy kimentem és kim voltam 10 napot, és elkattintottam 100 felvételt. Tehát ugye ahhoz, hogy kapcsolatba kerüljek olyan emberekkel is, megismerjem őket, lehet, hogy vissza kellett térni egy évbe 10-szer is ugyanarra a településre, vagy ugyanarra a vidékre. Ugye ennek ellenére számtalan munkahelye volt, tehát dolgozott szerkesztőként, rendezőként, nem hadd ne soroljam fel, és mindig megmaradt az alapvetésnél. Tehát ez már tulajdonképpen egy életút. Hát tulajdonképpen igen, felfoghatjuk így is. Igen. Hát így a média területén is nagyon sokat, úgy mondjam, hogy hát hírekkel foglalkoztam leginkább. De ez mellett, ami megmaradt leginkább, a dokumentumfilmek és a fotózás. Meg annyi dokumentumfilmje nyert pályázatokon, fantasztikusak. Ugyanakkor hogyan lehet ezt abban az értelemben folytatni, ha valakinek ugye más feladatai is vannak? Ugye azt mondják, hogy az egész embert kíván. Én a filmjeit látva, én azt mondom, hogy az egész embert kíván természetesen, ugyanakkor mindenütt, minden pozícióban megállt a helyét. Tehát elég erre a nap 24 órája, miként? Hát inkább azt mondanám, hogy 2x24 lenne elég. Régebben mondhatni, hogy nagyon pörgős életet éltem. Tehát volt olyan, hogy akár 2-3 napig sem aludtam. Mindent képes voltam arra, hogy mindennek utána nézek, precízen kidolgozzam az utolsó részletekig, amit szerettem volna. Kezdve onnét, hogy ugye, hogyha most kimegyek valóval, ott megterveztem kivel, mit beszélek, minek nézek utána, stb. Ugyanúgy a fotókat is ugye megvágni, a legutolsó fényig beállítgatni mindent. Tehát mindez idő és energia. Igen, és ráadásul egy csomó mindent csinált más. Itt van például Amerikában valaki népzene oktató, az valami egészen különleges. Honnét jött a gondolat, hogy a fiatalokkal megismertesse azt a zenét, amiben tulajdonképpen adott esetben a nagyszüleik, nagypapájuk, nagymamájuk nőtt fel? Hát ez felkérés alapján ment. Ugye a diaszpórában azért számos országban mondhatni, hogy komoly kultúra lakozik még a magyarsággal kapcsolatban, akár népzene és néptánc terén is. Hát úgy évekig, hosszú évekig visszajárogattam bizonyos országokba tanítani, akár néptáncot, akár hangszeres oktatást. Mondhatni, hogy ezek inkább ilyen harmadik, negyedik generációs kivándorolt magyarok. Ez megerősítést hozott önnek? Nekik bizonyosan? Nekik bizonyosan, de nekem is, tehát nagy élvezet volt az, hogy igazából mondhatni, hogy találkoztam olyan családokkal, ahol mondhatni, hogy úgy beszélnek magyarul a gyerekek, hogy mintha itt élnének. Tehát semmi akcentus, semmi. Aztán a másik véglet, hogy kettős nyelvűek, és magyarul elég jól tudnak, értik a dolgokat, de viszont a számomra is azért meglepő, és hát tényleg azt megtapasztalni, hogy ők mondjuk már harmadik generációként is például úgy élnek, hogy népviseletbe járnak ünnepenként a templomba, tartják ugyanazokat a szokásokat, mint hogyha itt élnének. Tehát ez csoda volt megtapasztalni nyilván. Mint ahogy csoda volt, gondolom, részt venni, megtervezni és végrehajtani Venezuelában a szimfónia programot. Ezt mi itthon, Európában, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, Magyarországon el sem tudjuk képzelni. Igen, tudnélik, ugye az UNICEF-nek is dolgoztam egy ideig, ahogy elvégeztem a szociológus szakot, hát mondhatni, hogy voltam kint ugye számos országban, Uganda, Nepál, ahol azért nagyon nagy szegénység van. Mondhatni, hogy a gyerekeknek az is örömet okoz kint, hogyha egyáltalán egy műanyag üveggel tudnak játszani. Tehát olyan nagy szegénység van, vagy volt, mikor én kim voltam anno. És a szimfónia program keretében gyakorlatilag számos országban
úgy jött ez létre, hogy hangszergyűjtés folyt, de sok gyereknek a szülei saját maguk kreáltak akár egy deszkából egy gitárt, és éppen felhúrozták, és lehet, hogy éppen nem úgy szólt, ahogy kellett volna. De a gyerek azért valahogy megtanulta, és lehet, hogy azért valami kis alapműveltséget adott hozzá neki, hogy ő tud éppen értelmes dolgot is csinálni, és nem csak a mezőbe kaszabolni a botokkal, és hasonló dolgokat csinálni, hanem értelmes helyen van, addig a pár óráig még oktatás alatt van. Igen, ez tanulságos történet minden bizonnyal. Ugyanakkor tanulságos, és korántsem véletlenül említettem az imént a Kárpát-medencét, hiszen tudnunk kell, hogy a megannyi missziója mellett a Felvidék-Kárpátalja Vajdaságban, a Erdélyben, a tervezés, környezeti nevelés, helyi oktatásban is besegített, illetve ezt megvalósította. Ez pedig megint egy olyan program, én azt mondom, hogy ami körülvesz bennünket, annál egyszerűen lépéskényszerbe kerülünk, abban az értelemben legalábbis, hogy rá kell, hogy jöjjünk, hogy fontos számunkra. Tehát nem csak szóban, hogy mi történik a Kárpát-medencében körülöttünk, és ennek az élére állt ilyen értelemben. Igen, 2013-ban jelentkeztem először Körösi Petőfi ösztöndíjasnak. Ez a nemzetpolitikán egy futóprogram. Mindig rengeteg jelentkező van, ahova komoly ajánló levelekkel lehet azért bejutni, tehát akik azért garanciát vállalnak mondjuk olyan szinten az emberért, hogy valóban az a tudás áll mögötte, hogy ki merik küldeni akár Amerikába, vagy Ausztráliába, vagy csak akár a Vajdaságba. Hát minden évben igen, csak ilyen 700-800 jelentkező közül választják ki azt a 40-50 főt, aki kiutazhat. Ennek keretében voltam én is kint többször oktatni, ami azt akar, hogy a cserkészkedéstől kezdve a néptáncig, népzene, magyar oktatás, időseknek foglalkozások tartása. Volt olyan, aki mondjuk a Vajdaságban is egyáltalán nem tudott magyarul, de tudta, hogy kivaló mondjuk más országból származó, és vannak magyar felmenői, és megtanult mondjuk azért egy jó alapszinten magyarul. Tehát ez úgy mondjam, hogy tényleg egy komoly program, ami fut még a mai napig. Természetesen erről mindről külön-külön is lehetne egy beszélgetés, egyszer majd szakítunk rá időt nyilvánvaló, mert hogy ezeknek mélységei vannak. Egy-két percen belül alapból azért az alapvetéseket így megismerhetjük, mint ahogy megismerhetjük azt a Juditot, aki az önkéntes munkában is nagy lehetőségeket lát, és én azt mondom, hogy teljesíti azt, amit kigondol, hiszen itt a Máltai Szeretett Szolgálatra gondolok, a Johannitákra, Caritasra, tehát az a segély, az a munka, az megint csak igazából teljes embert kíván, amit ön teljesít is. Hát igen, ebben benne vagyok úgy már elég régóta ilyen szinten, hogy próbálok segíteni, mondhatni egy 20 éve. Hát olyan komoly kapcsolatokkal rendelkezem, hogy cégekkel, hogy próbáltam megtartani velük azt a viszonyt, hogy igenis el tudjam azt érni, hogy tudjanak felajánlani olyan dolgokat rászorulóknak, rászoruló családoknak, gyerekeknek, függetlenül etnikumtól, amik adományok terén kiosztásra kerülhetnek. Ugye nemrég kerültem ide fehérvári lakosként, ez a részem, mondhatni, még nem próbáltam itt Fehérváron aktivizálni magam, de majd a jövőben szeretném. Bízom benne, hogy lesz rá ideje, annál is inkább, mert hogy megérkeztünk Székesfehérvárra. Mi hozta Fehérvárra? 2 éve kerültem ide Fehérvárra, a párom ide valósi, és akkor ide költöztem. Korábban persze már megfordultam úgy, mint hát turista, meg ismerőseim, meg még távolabbi rokonok is laknak itt, tehát jártam már itt azért a városban, ami nagyon tetszik. Annál is inkább, mert hogy ugye nem titok, Görög István, a Honvédség és Társadalombaráti Kar alelnöke, a KEMP egykori ügyvezetője mutatott be minket egymásnak, és szinte bizonyos vagyok benne, hogy akkor tevékeny szerepet vállal a
Kemp, illetve a Honvédség és Társadalombaráti Kör munkájában is, jól gondolom? Hát próbálkozok, igen. Remélem, hogy hasznos tudok lenni számukra. Vásárhelyen is volt egy hasonló, úgy mondjam, egyesület, mint az övéké itt, és őket is azért próbáltam elég jól segíteni. A dédnagyapám, az egyik dédnagyapám, ő vitézi rangban volt, és hát nagyon sok minden ilyen régi dolgot olvastam, ugye a honvédséggel kapcsolatban, és úgy érdekel az egész. Ugye meg így a zenei vonalon, meg a hangszerek, tehát így a honvédségi zenekar. Vásárhelyen én is játszottam benne egy rövid ideig, ő fólán, és így érdekel. Igen, hát így kerek lesz a világ, én bizonyos vagyok benne annál is inkább, mert hogy ugye tudjuk, hogy Székesfehérvárt már a Honvédség és Társadalombaráti Kört komoly kapcsolat fűzi Nagyvárathoz, tehát az eleink azért figyelnek arra, hogy ez a kapcsolat kiterjedjen a teljes Kárpát-medencére, és ebben nyilván ennek főszerep jut nem sokára. Én legalábbis bízom benne. Milyen tervei vannak? Milyen terveim vannak? Hát terveim? Hát Fehérváron ugye még nem régóta lakok, tehát innét nagyon sokat feljárok még Budapestre, heti több alkalommal dolgozni, de szeretnék itt azért már mondjam, olyan munkát találni, hogy ne kelljen mindig Budapestre mennem, mert ez már fárasztó számomra, hogy heti 3-4 napot mindig ott töltök. Ugye a többit azt itthonról végzem, a többi munkámat. Hát úgy néz ki, hogy össze fog jönni. És utána úgy gondolom, hogy azért itt Fehérváron is folytatni tudom majd mellette azt, amit máshol. Nincs kétségem felül, hogy így történik, de először is még ezt elmulasztottam a teológiai diplomájához. Kívánok sok sikert, hiszen most lesz a rövidesen. Igen. Tehát ez is megvan. Utolsó éves vagyok Szegeden a Gál Ferenc Egyetemen, teológia szakon. Hát elvileg igen, már utolsó fél év után átvehetem a diplomámat, ha minden tantárgy vizsgálja sikerül, remélhetőleg. Bizonyos vagyok benne, hogy hasznosítani fogja. Mit kívánjunk önnek? Hát talán egy kicsit nyugodtabb életet, mint eddig volt, mert tényleg eddig nagyon pörögtem ezerrel. Most már azért szeretnék ebből egy kicsit lejjebb adni. Jó, hát akkor ezt kívánom, és a nézőinknek pedig, kedves nézőinknek pedig azt ígérem, hogy természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük Takács Judit itteni történéseit, szerepvállalását, mert azt hiszem, hogy nagyon sok mindennel gazdagodhat Székesfehérvár ezzel, és emet köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Takács Judit volt a vendégem, Székesfehérvár új, én azt hiszem, hogy a közművelésben fontos szerepet játszó személyisége. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.